Ja, hát mostanság azért nem készült tartalom, mert vagy dolgoztam, vagy amikor itthon voltam, akkor viszont a feleségem is itthon volt. Másrésztről tök kényelmesen, nagyon jól, tök jól el voltam. Méghozzá azzal, hogy vagy Xboxon Black Ops 6-oztam, vagy pedig használtam a Linux Catch OS vagy Qtile, vagy pedig GNOME felülettel, és a hétköznapokban való használatról pedig azért nem készítettem tartalmat, mert úgy voltam vele, hogy azt mindegyikőtök ugyanúgy csinálja, ki már áttért Linuxra, hogy a böngészőt használja, hogy használja a parancsort arra, hogy lefrissítse az operációs rendszert, vagy egyszerűen csak annyi, hogy a böngészőben social médiát használ. Úgyhogy jelen pillanatban bevallom derekasan, de nem készítettem semmilyen olyan tartalmat, amelyet föltölthetnék oktató jelleggel a YouTube-ra, viszont mostantól megpróbálom magam megerőltetni, és a fejlesztések közepette arra odafigyelni, hogy akkor tartalom is készüljön. Az első ilyen fejlesztés az lesz, hogy a következő hónapban egy iPad 10 lesz vásárolva, februárban pedig akkor végre nagy sokára meg lesz vásárolva a Linuxos laptop, és akkor onnantól kezdve már akkor több szabadidő lesz, ugye felszabadul egy csomó idő, a munkahelyen is éjszaka, és akkor már lehet tartalmat gyártani. A másik pedig, hogy veszek egy asztalt is, ugyanis jelen pillanatban egy ilyen körülbelül 70-80 centi széles asztalon vagyok, amin épp hogy elfér a monitor meg az Xbox, viszont ez iszonyú kis hely, úgyhogy most vásárolva lesz egy normális íróasztal, igaz, hogy 50 rugó, viszont cserébe 110-120 centi, úgyhogy azon már minden kényelmesen el lesz, és akkor már így tökéletesen lehet majd tesztelgetni az operációs rendszereket egyszerre, miközben használom a hétköznapi gépemet is, úgyhogy ez abszolút tök jó lesz és tök szép lesz, és akkor februártól már ténylegesen akkor sokkal sűrűbben fognak jönni tartalmak, hiszen akkor vadászni fogom azokat a témákat, amiket mindenféleképpen levideózhatok. Addig viszont sajnálatos módon marad az az idő, amikor éppen egy-két órám van arra szabadon, hogy itthon vagyok egyedül az asztali géppel, ugye itt a megkötés, hogy asztali géppel, és képes legyek tudni csinálni neked valamilyen tartalmat oktató jelleggel. Nagyon fontos, hogy én még mindig szem előtt tartom azt, hogy nem mindenféle hülyeséget videózzak le, hanem ténylegesen olyan dolgokat, amik a te Linuxba való életedet előre segítik, segítenek, érdekességeket mutatnak be, ne pedig mindenféle baromságot, mert akkor 5 percenként csinálhatnék videót neked bármikor. További szép napot, szia!